A hátrányos helyzetű településekre a szegregátumba visznek mindenfélét az alapítvány önkéntesei, amire szükség van. Néhány nappal ezelőtt éppen bútorokat négy családhoz itt Kalocsán. Három fiatalember, aki hozta, ezek Budán lakó értelmiségi emberek, akik nem voltak még soha romáknál, és arról volt szó csak, hogy lepakolják a bútorokat, de ide érkeztek Kalocsára, és hál' Istennek 8 óra hosszáig itt voltak a településen, ismerkedtek a romákkal és a problémával, és még be is szerelték a szekrényt, meg az ágyakat. A szervezet nem rendelkezik hosszú múlttal, ám annál több település került már föl arra a listára, ahová eljuttatják adományaikat. Általában értelmiségi emberek adakoznak, vagy vásárolnak be egy-egy út előtt. Ez egy fiatal alapítvány, mint mozgalmacska már 4 éves, magam körülbelül 10 évet csinálom ezt, hogy járom a kifejezetten szegregátumi, tehát cigánytelepi roma emberek segítése érdekében, és a sorsuknak a megismerése és megértése érdekében az országot. Sokszor olyan problémákkal szembesülnek ilyen adományosztásnál, ami a többségi társadalomnál még nem annyira jellemző. Ha orvoshoz kell menni, a buszra pénz kell, a főzéshez edény kell, a tisztálkodáshoz törölköző kell, a tanuláshoz legalább egy füzet, ceruza kell. Nem ritkán látunk olyat, hogy ennyi kis buzadara, ennyi só, és házal az anyuka azért, hogy egy vakarót összedobjon. Tehát vannak sajnos éhezéssel visszatérő napok. Ezek az emberek jellemzően, akiket mi támogatunk, havi 10-15 ezer forintból kell, hogy megéljenek fejenként. Most el lehet gondolni, hogy az áramra, vízre, ruházkodásra, élelmiszerre ez mennyire nem elég. Pontos forgatókönyv szerint osztották szét az adományt, hogy lehetőség szerint mindenkihez az kerüljön, amire a legnagyobb szükség van.